Mióta van jelen Magyarországon az Amazon Enverke Kft.? Cégünket a német Amazon Enverke GmbH 2007-ben alapította, tehát lassan már a második évünket tapossuk, és idén január 1-től kizárólagos kereskedés alkatrészben és gépben is mi látjuk el Magyarországon. Az Amazon szokásához híven most is egy impozáns, nagyon szépen felépített standdal várja a látogatókat. Milyen újdonságokat tekinthetnek meg? Idén is, mint tavaly 555 négyzetméteren állítunk ki. Idén 2 újdonságot hoztunk a Agromas Expo kiállításra. A mellettünk látható 6 méteres Kaéna gabonavetőgép egy újdonság Magyarországon. Ez az első bemutatkozása. Ez egy késes szerkezetű vetőgép, nem pedig tárcsás csoroszjás. Igazából száraz és köves területekre lett kifejlesztve. A gépnek az újdonsága az, hogy egy 6 méteres vetőgépet 150-160 lóerős traktorral is el lehet vontatni, ami egy nagyon kis vonóerőigény, és gabonára elsősorban köves, rögös, nagyon száraz területeknél egy nagyon jó minőségű vetést tudunk végezni. A magtartály az egy 3600 literes, egy nagyon jó dizájnolt, jól kinéző vetőgép, nagy teljesítményű és könnyű vontatású. A másik újdonságunk a hátunk mögött az egy igazi forradalmi újítás a szemenként vetőgépek területén. 2007-ben a Hannoveri Agritechnika kiállításon aranyéremmel jutalmazták, a bábornai napokon a tavalyi évben és az idei évben az Agromas Expo-n pedig oklevéllel. Ennek a eddig szemenként vetőgépnek az újdonsága az, hogy a szemeknek a leválasztását és a kiadagolását külön választottuk, egy dobos szerkezetű vetőgépről van szó, és a jelenleg piacon lévő szemenként vetőgépekhez képest, 8 km per órás sebességhez képest, 15 km per órás sebességgel tudunk ugyanolyan pontosan vetni. Ez azt jelenti, hogy a nagy gazdaságok számára egy 12 soros vetőgéppel dupla akkora területteljesítményt tudunk elérni, anélkül, hogy változna a tőtáv pontossága. Ez egy jelenleg, ezt senki nem csinálja, senki nem tudja, ez egy nagyon nagy újdonság a szemenként vetőgépek területén. Sok az érdeklődő a kiállításon? Az első két nap az mindig kicsit gyengébbre szokott sikerülni. Idén úgy tapasztaltuk, hogy talán már a második napon jobb volt a látogatottság, mint a tavalyi évben, és a mai napon pedig teljesen le voltak terhelve az üzletkötőink, úgyhogy a mai napon nagyon meg vagyunk elégedve.